Mit szólt a Vasas hívásához? Rendkívül boldog voltam, nagyon megtisztelő számomra. Régóta vártam arra, hogy egy ilyen patinás klubnak legyek a vezetőedzője. Rég voltam NB1-ben, tehát 2011-2012, ami nagyon jó sikerült. Utána bár voltak megkereséseim, de igazából annyira konkrétan, tehát nem jött úgy össze, hogy első osztályba folytassam. Viszont ez most mindenék árpótol, hiszen egy olyan klubhoz kerültem, ami európai hírű, tehát hatalmas hagyományokkal rendelkezik, illetve nagy tervek vannak. Számomra is óriási dolog az, hogy itt épül egy nagyon szép stadion, tehát olyan körülmények között tud majd játszani a csapat, ami egy edző számára minden nap egy boldogságot fog jelenteni. Ez a keret alkalmas lehet arra, hogy elérjük célunkat, de még mindenféleképpen szeretnénk 2-3 olyan tapasztalt játékossal, tehát a fiatal szabának úgy gondolom, hogy meg tudunk felelni, megvannak azok a minőségi fiatal játékosok, akik megoldják a feladatukat, illetve melléjük még szeretnénk 1-2 olyan posztra tapasztalt játékosokat igazolni, akik hozzá tudnak ehhez bennünket segíteni, hogy elérjük ezt a célt. Ami micsoda? Mármint a cél? Hát a cél, ami itt a klubigazgató részéről is el lett mondva, az első cél az, hogy olyan csapatot kiküldeni a pályára, amivel a szurkolók meg lesznek elégedve. Ez így nagyon jó hangzik, akkor lesznek megelégedve, hogyha tudunk nyerni, meg látványos futballt fogunk játszani. És én azt mondom, lépésről lépésre kell haladni, tehát mindig a következő meccsre koncentrálni, fejlődni hétről hétre, és hogyha ez így az fog menni, akkor a végső cél, tehát itt a bajnokság végén úgy gondolom, hogy akkor majd elégedett lehet mindenki azzal, amit elérünk.